Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás június 4-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön még egy napi kártya. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő tervei. Itt a királynőt láthatjuk. Ez a királynő uralkodik a víz eleme felett. És a víz eleme mutatja az érzelmeket. Ő arra gondol, vagy az foglalkoztatja őt, hogy ti szeretitek-e őt, vagy sem. Mert ti vagytok ez a királynő, és ő tudni akarja, hogy ti mit éreztek. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. Ő mutatja ezt a nyitottságot, a kezében ez az arany kehely a víz elemét szimbolizálja, az ő érzéseit, tehát ő nyitott erre a szerelmi kapcsolatra. És ti itt ültök ezen a trónon, itt a felhőn, ez mutatja az ő álmait, és az is fontos, hogy ti ezt a tartást mutassátok neki, ezt a királynői tartást, és mutassátok a büszkeségeteket, mert pontosan ez az, amit ő elvár tőletek. A napi kártyát a hold mutatja, ezek az álmok, a remények. De a hold azt is mutatja, hogy ő még visszahúzódó, és vár arra, hogy ti közöljetek valamit, vagy mutassátok ki érzéseiteket. Én azt javasolnám, nem kell ezt megtenni, tanulja meg, hogy ő ezt a nyitottságot, az ő érzelmeit közölje veletek. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Persze megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.